Íme a folytatás. Most egy másik helyet szeretnék megmutatni nektek. Ez itt a Duna, ott lent. És most megyek éppen a Duna partra. Az idő nagyon szép, megint ugyanúgy, mint tegnap. Tegnap készítettem a másik videót, ennek a videónak az első részét, és ugyanúgy nagyon szép idő volt, nem voltak felhők az égen, most is tiszta kék az ég, nagyon szép idő van. Most reggel van, és nincsenek sokan, de általában az emberek szaladnak itt a Duna mellett. Van egy kis út, és ott általában bicikliznek, vagy szaladnak reggel, úgyhogy nekem nagyon-nagyon tetszik ez a hely. Ú, ezt halljátok? Harangoznak, egy közeli templomból hallatszik. Nem tudom, hogyha hallottátok. És igen, nekem nagyon tetszik ez a hely, nagyon nagy csend van itt általában, és megnyugtató. Onnan sétáltam le. Itt vannak házak, dombok a házak után, és csupa zöld, csupa kék minden. Nagyon-nagyon tetszik. Erről az útról meséltem az előbb. Itt szoktak az emberek sétálni, szaladni, biciklizni. És ott fenn fák vannak, volt egy kis erdő, de azt hallottam, hogy nagyon sok fát ki kellett vágni, mert betegek lettek, és amint látjátok, eléggé gyér most az a vidék. Kevés fa van ott. Például ott látjátok? Arra felé át nem látszik, de ott van pár fa, amely nem zöld, hanem már kezd halványulni a színük. És sárgásak, szürkések elveszítették a szép zöld színüket. Hát igen, megtörténik. Na, ez nagyon tetszik. Ez nagyon szép itt. Ki lehet jönni ide, leülni a kövekre, és egyszerűen csak nézni a Dunát. Egy motorbicikli vágtat a Duna másik oldalán. Utána pedig megy egy teherautó. Hát remélem tanultok valamit ebből a videóból, tanultok pár szót, pár új magyar szót. Ha tetszik ez a videó, akkor írjátok meg a kommentben, és még csinálok akkor a jövőben. Ez az első videó, és az első ilyenfajta videó, úgyhogy ha tetszik, tényleg kíváncsi vagyok. Írjátok meg nyugodtan. Még megyek egy keveset előre, lássam, hogy mi szépet látok még, mi szépet mutathatok nektek. Hát itt jobbra és balra fák vannak, és a fák után van a folyó. Nemrég keltem fel.
látszik az arcomon, hogy egy picit fáradt vagyok még. Jól aludtam az éjjel, de valahogy szerintem túl korán felkeltem. Szóval nagyon tetszik ez a hely, főleg azért, mert nagyon sok fa van itt, és emiatt nagyon friss a levegő. És egyszerűen csak szeretem belélegezni a levegőt. Energiát ad, úgy érzem. Éppen most jön erre valaki, ő szalad. Látjátok? Ott van a hátam mögött megint egy kisebb tisztás, és látszik a Duna. Hát igen, csak ezt szerettem volna megmutatni nektek. Most keresek egy kis padot, szeretnék leülni és megpihenni, és csak csodálni a tájat. Valahol itt úgy emlékszem, hogy kell legyen egy pad. De hogy hol, nem tudom pontosan. Nagyon-nagyon szép. Minden reggel, képzeljétek el, hogy minden reggel kijöttök ide szaladni, csak sétálni egyet, és belélegezni ezt a friss levegőt. Nagyon szép. És akkor megtaláltam a padot, amit kerestem. Le is ülök ide. Leültem a padra, és csak gyönyörködöm a tájban. Nagyon csodálatos. Szerintem nem sokára egy picit arrébb megyek, de azt már nem fogom mutatni. Arrébb megyek, és leülök az egyik kőre, és csak nézem a Dunát, ahogy folyik. De most elbúcsúzom tőletek, és szeretném megköszönni, hogy meghallgattátok ezt a videót. Amint már említettem, hogyha tetszik, és úgy gondoljátok, hogy ez egy jó ötlet, tudtok tanulni, tudtok új szavakat tanulni magyarul, akkor mindenképp írjátok meg a kommentbe, és még fogok hasonló videókat csinálni. Köszönöm, hogy itt voltatok, és sziasztok!